Sziasztok, én Csilla vagyok, és ebben a mai videóban az 50 leggyakrabban használt angol szóból az első 10 szót hoztam nektek. Lehet, hogy meglepetés lesz, hogy mik ezek a szavak, hogyha még nem néztétek meg ezt a listát soha, azért, mert az ember valami olyasmire gondolna, hogy ezek az alapszavak, tehát, hogy ember, nő, férfi, ház, kéz, ilyesmi, hogy ezek a leggyakrabban használt szavak, de egyáltalán nem. Meg fogjátok látni, hogy az 50 leggyakrabban használt angol szó közül a legtöbb úgynevezett function word, vagyis olyan szerepet tölt be, ami összekapcsolja a mondatrészeket, a szavakat, nincsen igazából tartalmi funkciójuk, tehát nincsen olyan tartalmuk, ami igazi értelmet hordoz. A legtöbbnek nem mindegyik szó ilyen, de a legtöbb szó ilyen lesz. És éppen ezért elgondolkozik az ember, hogy miért ezek a leggyakrabban használtak. Azért, mert ugye ezek az építő elemek, amik összekötik a többi szót. Egy. Kettő. Miért akarok én erről egyáltalán beszélni? Azért akarok róla beszélni, mert nagyon sokszor, mivel ezek function word-ök, funkcionális szavak összekötnek dolgokat, és nem a tartalmat hordozzák, ezért ezeket nem hangsúlyozzuk a beszédben. És az, hogy nem hangsúlyozzuk a beszédben, az azt jelenti, hogy amikor hallgatjuk és számítunk rá, hogy ott lesz, akkor nagyon sokszor nem igazán halljuk. És ha valamit nem hallunk, akkor, és számítunk rá, akkor ugye szétesik az értelem. Tehát miért nem mondta azt, hogy off? És hol volt az, hogy itt? Mert nem hallottam. És akkor ugye a fejedben próbálod összerakni a mondani valót, amit hallasz, és valahogy nem áll össze, mert kvázi hiányoznak belőle szavak. Azért hiányoznak belőle szavak, vagy azért nem halljuk, mert nagyon sok ilyen szót nem hangsúlyozunk. Mert nincsen igazi értelme, amit hordoz, nincsen igazi tartalma. Persze van értelme, persze van valamilyen funkciója, de ahogy majd meglátjátok a példamondatokban, ezek a ragasztó a többi szók között. És hogyha arra számítunk, hogy ezeket jól kiejtve, kikerekítve halljuk, akkor csalódni fogunk, illetve nem értjük, amit a másik mond. Tehát, visszaforgatva a gondolkodásomat, az, hogy értsük, amit a másik anyanyelvi beszélő mondjuk, mond, ahhoz tudnunk kell, hogy ezek a szavak nagyon sokszor elharapva, szinte nem is kihallhatóan vannak ott. Na jó, most már eleget beszéltem róluk. Nézzük meg, hogy mi az a első tíz szó, ami a leggyakrabban használt az angol nyelvben. Először elmondom nektek a szavakat sorban, egymás után az első tizet, és utána megmutatom nektek példámmal, hogy hogyan hangoznak ezek mondjuk szövegkörnyezetben, vagy egy mondatban, vagy egyáltalán beszédben. Tehát a 10 szó, the, of, and, a, to, in, is, you, that, and it. The, of, and, a, to, in, is, you, that, it. Ezek tehát a leggyakrabban használt szavak az angolban. Az első ugye egy határozott névelő, the. A második egy prepozíció, of, ami of, de of-nak ejtjük. A harmadik az and, ami egy kötőszó, és, and. A negyedik egy határozatlan névelő, a. Ezt többféleképpen is lehet ejteni, ugye az ABC első betűje az az a, a, b, c, d. És lehet úgy ejteni, hogy a, és nagyon sokszor ejtjük úgy mondatban, hogy a. Tehát, hogy éppen, hogy csak kijön ez a kis hang, a. Aztán ez volt a negyedik. Aztán az ötödik a to, ami megint egy prepozíció, to. A hatodik az in, ez is egy prepozíció, a to az a oda, arra, fele. Több szerepet is betölthet egyébként. Az in az a ban-ben, ez egy hely, prepozíció. Aztán az is az a be létigének az egyes szám harmadik személy személyuragozása, is, vagy nagyon sokszor rövidítve z, vagy szinte semmi z. A you, az a személyes név második személy, tehát te, you. Aztán that, az a mutató névmás, that. És az utolsó az it, ami lehet egyes szám harmadik személy személyes névmás, illetve jelentheti azt, hogy ez. Tehát, hogyha belerakom egy mondatba, mondjuk több is benne lesz ebben a mondatban egyszerre, let's go to the city. Let's go to the city. Akkor láthatjátok, hogy go to the, ez úgy hangzott, hogy
let's go to the. Mert hogy ezek sem a to, sem a the nem hangsúlyosak. Mi a hangsúlyos? Let's go to the city. Menjünk a városba. A többi, a let's sem, ami egyébként a gyerünk menjünk, nem hangsúlyos. Let's go to the city. És ahhoz, hogy tud, hogy mit mondanak, számítanod kell rá, hogy ez így hangzik, és ezért nagyon-nagyon sokat segít, hogyha ti is megtanuljátok, hogy ezt hogyan hangsúlyozzuk, hogyan ejtjük, mert ha te elkezded így használni, tudod, hogy így használják, akkor amikor hallod másoktól, akkor tudni fogod, hogy ez ott van, és hogy mit jelent. Aztán az is ebben a mondatban, hogy it's important, az it is, meg az is is benne van. It's important. Hát ebből az egészből igazából azt lehet jól kihallani, hogy important, important, it's important, it's important. És csak egy C betű van az elején, és ez az it is, meg az is is. Hiszen sem az it, sem az is nem hangsúlyos, mert nem lényegesek. Ez fontos, ugye azt jelenti, it's important. Ha megkérdezed valakitől, hogy jól vagy, az valahogy így hangzik, hogy are you okay? Are you okay? Sem az are, sem a you nem hangsúlyos, mert ránézel arra a személyre, vagy lehet, hogy telefonon beszélsz vele, de ha élőben akkor ránézel, és tudja, hogy hozzá beszélsz, és megkérdezed tőle, hogy te jól vagy? Are you okay? Yeah. Okay. Are you okay? Tehát ezt egyébként úgy lehet elsajátítani, az az egyik trükkje, hogy ami hangsúlyos, azt megnyomjuk, hiszen ha kimondanám, hogy are you okay, úgy hangoznék, mint egy robot, egy, kettő, nem így hangzik a native speakerek, az anyanyelvi beszélők szájából, tehát ha te így mondod, akkor nehezebben értenek meg, és te is nehezebben érted meg őket. Tehát úgy fog kinézni, hogy az okay, és abból is a második részét nyomjuk meg, are you okay, és azért a többi része nem hangsúlyos. Ha megkérdezed, hogy hol van a macska, akkor abban benne lesz az is is, meg a the is. Where's the cat? Where's the cat? Nem hallod, hogy the. Azt hallod, hogy the. The. Where's the cat? Where's the cat? Mert a macska hangsúlyos. A where talán. Where is the cat? Where's the cat? Tehát az is és a the nem így hangzik, hogy where is the cat. Ezt így nem mondják, te se fogod így hallani, jó esetben. Tehát where is the cat? Where's the cat? Ha bemész egy kávézóba, és azt mondod, hogy egy kávét és egy bagelt szeretnék, akkor valahogy így hangzik, hogy I want a coffee and a bagel. I want a coffee and a bagel. Egyik sem hangsúlyos, ugye ez a két név elő, de ott van. És ezért nem szoktuk kihallani például a foglalkozások előtt sem, hogy I'm a teacher. Ez nem I'm teacher, ott van az név elő. I'm a teacher. I'm a teacher. Fogok még készíteni nektek videót, főleg, hogyha szeretnétek, és szeretném, hogyha erről kommunikálnátok velem, hogy szeretnétek-e, csinálok még ilyen kiejtésre vonatkozó videót, hogy hogyan kell hangsúlyozni az angol szavakat és mondatokat ahhoz, hogy létrejöjjön ez a fajta ritmus, ami a természetes beszédnek a sajátossága. Ha egyszerűen azt mondod, hogy ez remek, az valahogy így hangzik, hogy it's great, it's great. That's great. That is great. És a vége az úgy lesz, hogy that's great. Mert a that nem hangsúlyos. Lehetne hangsúlyos, ha valamiért azt akarnád mondani, hogy az, és akkor így lenne, hogy that's great. That's great. Az is akkor se lenne hangsúlyos, mert ugye ez egy olyan funkciót tölt be, hogy ez egy létige, tehát nincsen informatív értéke. Ha te beszélsz angolul, akkor tudnod kell, hogy ott van. Tehát nem kell hallanod, hogy tudd, hogy ott van. That's great. Ha valamire azt mondod, hogy a házban van, akkor így hangzik, hogy it's in the house. It's in the house. Az első néhány szó teljesen összemosódik. It's in the house, vagyis it's in the house. Tehát most hallottátok a 10 leggyakrabban használt angol szót, amik lehet, hogy meglepő módon apró, aprócska, kicsi, olyan funkciót betöltő szavak általánosságban, ami vagy névmás, vagy prepozíció, tehát előjáró szó, vagy esetleg névelő, határozott, határozatlan, és ezek olyan sok helyen előjönnek az angolban, szinte minden mondatban valamelyik szerepel, hogy igen, a végén ezek lesznek a leggyakoribb szavak, és nagyon-nagyon érdemes
ezekre időt és energiát fektetni, mert ez lesz az igazi veleje annak, hogy érted-e az angol beszédet, tudod-e magad megértetni, milyen hangsúlya, milyen ritmusban beszélsz, meg fogod-e érteni az anyanyelvű beszélőket, vagy a filmeket, a podcasteket, hiszen tudnod kell ezt a ritmust követni, és érzékelni azt, hogy milyen szavak azok, amik hangsúlyosak, és amit nem hallottál, arról tudni, hogy azért az ott van, csak nem hangsúlyos. És ez egy teljesen megtanulható dolog. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ma, és köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni. Ha szeretnétek értesülni a videóimról, mert kapok olyan üzeneteket, hogy nem kaptok értesítést a videókról, hogy nem ad mindig a YouTube értesítést arról, hogy új videó fenn van, iratkozzatok föl, és állítsátok be az értesítéseket, mert rendszeresen töltök fel tartalmat. Kövessétek az új Instagram profilomat, ami nagyon klassz, Csillas Functional English, és nagyon gyakran töltök fel ide is új tartalmat. Ha van kérdésetek az észak-amerikai beszélt anyanyelvi angollal kapcsolatban, akkor ne legyetek restek itt hagyni a kommentek között. Egyébként, ahogy mindig el szoktam mondani, ez a komment szekció, ez egy kommunikáció egymás között, köztem és köztetek, tehát én a visszajelzéseket nagyra értékelem, minden üzenetre, minden rendes, civilizált kommentre válaszolni szoktam. Köszönöm a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, legközelebb találkozunk. Sziasztok!